Már több mint egy hónapja elkezdődött az óvoda és az iskola, és ezzel együtt berobbant a bárányhimlő szezon. Köszöntjük a stúdióban Deli Ága Éva gyermekpszichológust és Márdai Vivien. Jó reggelt! Sziasztok. Gyakorló. Jó reggelt! Gyakorló anyuka, de jó titulós, ilyet még sosem. Nem kaptam, igen. És hát valóban itt van a bárányhimlő, amiről egyre több rosszat hallani, hogy ugye őrületes szövődményei lehetnek, rettenetes következmények. Én nem voltam beoltva, másodikos koromba kaptam el, 3 hétig sehova nem lehetett menni, se hajmosás, se semmi, mert rettenetesen tele voltam, és majd belepusztultam. A húgom ezzel szemben egy hét alatt 38 fokos lázás, semmi baja nem volt. De hát azért valamiért most már beszélünk ennek az egész lelki hátteréről. És pont a megelőzés miatt beszélünk erről, hiszen ezeket a nagyon súlyos szövődményeket, és ezt a kb. 3 hétig tartó nagyon fájdalmas lázzal, viszketéssel járó betegséget el lehet kerülni. Erre van a védőoltás, amit nagyon javasolunk, hogy adassanak be, hiszen pontosan, ahogy te is említetted, egyik anyuka sem tudja bejósolni, hogy az ő gyermekének éppen enyhe lefolyású lesz ez a betegség, vagy kifejezetten súlyos, ne adj Isten, még a szövődményekkel is számolni kell. És én nem annyira az orvosi oldalról, inkább a pszichológiai oldalról közelíteném ezt a témát. Ahogy említetted, itt van az óvodai beszoktatásnak az ideje, hogyha elkezdődik az ovi, az azzal jár, hogy valaki vagy nyár után most megy vissza először, vagy életében először lesz ovis. És bizony ez nagyon kemény dió, tehát elérni egy kisgyereknél azt, hogy örömmel, szívesen járjon az oviba, azért nagyon sokat kell tenni a szülőnek, a gyermeknek, magának és az óvónéniknek is. Ha már minden nagyon jól klappol, akkor mindenkinek igazából a rémálma az, hogy bum, jön egy betegség, és a gyerek otthon kell, hogy maradjon 2 vagy 3 hétig, vele együtt persze a szülő, aki szintén kiesik a munkából, úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megelőzés, mert a beszoktatási folyamatot egy ilyen betegséggel megtörni, ami megelőzhető, kár. Mikor lehet először oltani? Te már 15 hónapos volt az Évi, amikor megkapta először, és egyébként érdekes, amit mond az Éva, mert hogy ez nekem akkor felmerült a fejembe, hogy akarom ülni ezt. Igen. Tehát, hogy bekerül egy közösségbe. És mi volt a pro és a kontra, összeültetek a nyukák? Nem, nekem egy pillanatig nem volt egyébként kérdés, hogy ezt a védőoltást megkapja. Szerintem egy felelősségteljes anyuka abszolút reálisan látja ezt a dolgot. Illetve volt egy nagyon rossz tapasztalat sajnos a baráti körben, amikor én azt mondtam, illetve a családunk kisgyermekével, amikor én azt mondtam, hogy ez az a pillanat, amikor én biztos, hogy ezt a védőoltást szeretném, hogy megkapja az éni. A kisfiú egyébként nagyon súlyos állapotban kórházba került a bárányhimlőnek köszönhető, és az intenzív osztályon kötött ki, úgyhogy ennek azért elég komoly következményei lehetnek, úgyhogy nekem nem is volt kérdés egy pillanatig, hogy ezzel élnünk kell. Hogyha mondjuk jár a gyerkőcünk, ugye óvodában, mint például az enyém is, és mondjuk valaki más bárányhimlős lesz, akkor arra azért van lehetőség, hogy nagyon gyorsan mondjuk elvigyem a gyerekemet és beoltassam, akár mondjuk 48 órán, vagy mondjuk 72 órán belül? Igen, pont ez a 72 órás bűvös határ van, és hát ugye borzasztó nehéz betegségről beszélünk, mert nagyon hosszú a lappangási ideje, tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy pontosan mikor találkozott vele a gyermek, mert már ott lappangott a másik kisgyerekben, mire észreveszünk, hogy a másik kisgyerek hopp, nem jár oviba, mert tegnap kiderült, hogy bárányhimlős, ki tudja hány napot már együtt töltöttek, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mely nap fertőződ, hetet meg esetleg a gyermekünk, de mégis ott van ez a 72 óra, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy még akkor is érdemes beadatni az oltást, hogyha azt gondoljuk, hogy valószínűleg éppen abban a csoportban most fog kitörni a járvány, de talán, és megfertőződ. Hogyha most erről beszélgetünk, akkor az lenne talán a legeslegjobb, hogyha valaki tudja, hogy mondjuk bölcsibe is fogja majd vinni a gyerekét, hogy már mondjuk előtte beoltassa mindenképpen. Ez a 15 napos kor egy ideális Vivien, amit ezt az egyik oltással együtt kaptam. Én nem emlékszem már, hogy a mi kis Nothing mikor lett beoltva, de biztos, hogy be van a 100%, mert én is voltam bárányhimlős, és csúnya dolgokat tud az művelni. Bizonyám, és nagyon vissza fájdalmas. Vissza is maradtam egy 10 centit. Akkor már mindent értek. De és figyelj, Vivi, ezt egyszer kellett beadni, és akkor innentől kezdve élete végéig védett, vagy ezt kell valamit? Nem, ez egy 2 oltásból álló oltás volt, és akkor igazából azt hiszem egy pici idő eltolódással megkapta a másodikat is, de hát semmit nem érzett belőle, tehát hogy ez nem egy ilyen. Véletlenül mondjuk mégiscsak megkapja a gyerkőt, és otthon kell maradni, és nincs jól, akkor mondjuk te, mint gyermekpszichológus, mit tanácsolsz, vagy hogy kinek nehezebb ez egyáltalán, a szülőnek vagy a gyermeknek, vagy hogy lehet ezt lelkileg? Pszichológiai szempontból ugye pont azért beszélünk a megelőzésről, mert annyira borzasztóan rossz mind a két félnek. Tehát a gyermekkel pont az a nehézség, ha mondjuk ilyen picurka korba elkapja, hogy igazából még magyarázattal se tudok neki annyira mit hogy mondani. Hogy miért nem akarja magát, mert hát igen, tehát hogy ő maga nem tudja annyira kifejezni, mondjuk egy 2 év alatti gyermek, aki nem tud beszélni, átéli a fájdalmat, ott van a szülőben a tehetetlenség, nem tud neki igazán segíteni, tehát ezt a fájdalommal járó viszketést, ezt nem
nem tudja a szülő átvenni helyette, bár azt hiszem sokan szívesen átvállalnák ezt a fájdalmat. És hogy ez a borzasztó benne, hogy szenved a gyerek, tehát a súlyos fizikai tünetekkel járó betegség miatt ugye a láztól, a viszketéstől borzasztó rossz a közérzete, és ott van a szülő tehetetlenül, ráadásul pszichológiai szempontból megjelenik a kettőjük közt lévő feszültség is, hogy a gyerek néz a szülőre, hogy segíts nekem, hát nem látod, hogy szenvedek? És a szülő meg ott van, hogy úristen, de segítenék, és nem tudok. Tehát borzasztó, borzasztó nehéz ez az állapot, maximum lekötni tudjuk a gyermeket valamennyire. És még a testvérekről nem is beszéltünk, mert hát nyilván, hogyha egy családban több gyermek van, akkor adódik, hogy akkor ha az egyik elkapta, akkor és még a felnőttek is elkaphatják, tehát borzasztó veszélyes. Is, igen, és a férfiak... Mikor lesz nálatok testvér? Mindig megkérdezi. Tervben van, lesz testvér az énének. Igen, még nem tudom, hogy mikor, de lesz. Volt, és akarsz egyébként kislányt akarsz? Hogyha már én szívesen nagyon örülnék egy kislány gyermeknek, igen, de egyébként szóval, hogy szerintem mikor már van egy gyerek az embernek, onnantól kezdve már itt tényleg rájön, hogy teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány. De ha már a bárányhimlő és a testvér kérdés nem, tehát akkor igen, lesz testvére. De elégedett vagy? Ja, már tudsz mindent, hogy te hát, de megkérdezte, hogy itt kint is egyébként. És tök mást mondod. És egyébként arról is tudunk, hogy neked kifejezetten jó a viszonyod anyukáddal, és nagyon sokat segített neked, igen, például amikor Zéni megszületett. Igen. És ugye meg kellett. Kellett. Jó, veled beszélgetni. De hát ez, bocs, Luca, szerintem ez teljesen alap dolog, hogy ez az anyuka elsegít, vagy ez a legszerencsésebb. Mondjuk egy ilyen bárányhimlő témába is, akkor azért vagy rácsorogsz anyukádra, hogy na szerinted, vagy annyira nem volt benned kérdés, hogy tudtad, hogy itt oltás lesz és kész? Én mindenben nagyon hallgatok anyukámmal, ami a gyerekneveléssel, vagy a gyerek egészségének megőrzésével kapcsolatos, tehát hogy nem is volt egy pillanatig kérdés, hogy amikor én is felhívtam, és megkérdeztem, hogy anya, mit gondolsz erről? Persze, mindenképpen, tehát hogy ez nem is volt téma, meg nem is volt kérdés. Illetve hát, hogyha bármi betegség van, akkor mindig őt hívom először, mert hát azért nyilván mi négyen vagyunk tesók, azért neki óriási tapasztalata van. Én is átestem egyébként a bárányhimlőn, emlékszem, hogy borzasztó volt, ugye mi hárman lányok egyszer estünk át, tehát egyszerre vakargattuk egymásnak. Szülőként ez milyen lehetett, belegondolsz anyukádnak? Igen, anyukám végigcsinált, úgyhogy ez valami tragédia volt, úgyhogy mondtam, hogy na ez az, amit én nem szeretem. És mondjuk nálatok, hogyha a gyerkőc beteg, akkor te azt hogyan éled meg? Kezelem? Én nem vagyok most már egy aggódós típus, az elején nagyon az voltam, tehát egy kicsit ilyen talán túlzottan paramami. Most már valahogy ezeket a dolgokat így le tudtam vetkőzni, talán azért is, mert én is így ellazultam, és én is sokkal könnyedebben állok a dolgokhoz. A férjem viszont ő nagyon, nálunk ő vette át ezt az ilyen nagyon-nagyon aggódós szerepet. Nem vagy, jól csinálják. Igen, de hát ez tök jó, az így eloszlik, és akkor mindenkit én nyugtatok meg, hogy akkor most mindenki nyugodjon meg, minden rendben lesz, ezt is meg fogjuk oldani. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.